A Kossuth-Lajos utca és környéke a város egyik legforgalmasabb útszakasza. A közút tulajdonában lévő utcán megközelítően 20 esztenejen nem végeztek komolyabb állagmegőrző tevékenységet, maradt az állandó tódozás-fordozás. A közlekedésre veszélyes helyzeteket lokálisan javították ugyan, de átfogó rendezés nem történt. Eddig. Alapvetően az útburkolatnak az egyenetlensége, alapsüllyedések, és olyan balesetveszélyes helyzetek vannak, amiken feltétlenül javítani kell. Ez egy régóta húzódó probléma. Forrás hiányában a magyar közút, aki az útnak a kezelője, ezt nem tudta elvégezni komplexen. Önkormányzat az érintettsége hiányában nem tudott ebbe beavatkozni. Most a településfejlesztési operatív program keretében sikerült olyan pályázati forrást találni a magyar közútnak, amiből ezt a munkát el tudja végezni. A beruházás keretében mondhatni faltól falig felújítás történik. Járdákat fogjuk megújítani teljes egészében, illetve az útburkolatnak olyan történő javítása zajlik majd, hogy szegélyeket épít a magyar közút, és a szegélyek közötti útburkolatjavítás fog majd elkészülni. Azokon a helyeken, ahol szükséges, ott pedig útalap megerősítéssel. A felújítás a tervek szerint két ütemben készül majd el. A munkaterületek átadása már megtörtént. Első ütemben a Szentháromság szobortól a Garai utcáig tartó szakaszon fognak a munkálatok zajlani, ahol látszik, most ki vannak jelölve az építési területek a mai napon történt munkaterület átadást követően. Első körben szegélyek épülnek és a járda az iskola felőli oldalon. A második ütemben a Szentháromság szobortól a Garai utcáig a templom felőli oldalon zajlanak ugyanezek a munkálatok. Majd a második ütemben a Garai utcától a Bogyiszlói felé vezető úton, ami a Garai utca és a Magaspart utca, a Tolna vége tábláig történnek meg ugyanezek a munkálatok sorrendben, ugyanígy a jobb, illetve a bal oldalon. Majd ezt követően egyben, egy időszakban kerül a záró aszfaltozás elvégzésre. Ez a ma bemutatott ütemterv szerint várhatóan szeptember közepén végén fog megtörténni. Az építkezés alatt ideiglenes forgalmi rendszerint lehet majd csak közlekedni. Az építés alá vett útszakaszokon várhatóan nem lehet majd parkolni egyik oldalon sem, tehát még akkor is, hogyha a munkavégzés csak az egyik oldalon zajlik, de pont azért, hogy a zavartalan kétirányú forgalmat tudja biztosítani a kivitelező, ezért a parkolás ezeken a szakaszokon ki lesz tiltva, és ütem szerint a második ütemben ugyanezzel az elképzeléssel lesz majd ideiglenes forgalmi rend kialakítva. Amikor a közepét aszfaltozzák, a záró burkolatot, akkor pedig félpályás útlezárással fogja biztosítani a kivitelező az állandó forgalmat. A projekt keretében a szabványok adta lehetőségeken belül lesz a legtöbb parkolóférőhely kialakítva. Ez a használók számára valószínűleg a legjellemzőbb változás lesz majd az utcában, és sajnos a legértékesebb veszteségünk is, mert valószínűleg szabványosan kialakított parkolókban sokkal kevesebb parkolóférőhely lesz majd tapasztalható az utcában. Ennek érdekében a városvezetés arra kéri a lakókat, hogy csak a szükséges esetben használják autójukat a környéken. A várható parkolási gondok kezelésére a város alternatívákat dolgoz ki. Thank you.